Hazánkban március közepén vezetett be a kormány egyre szigorúbb intézkedéseket, amelyek hatására egyre többen választották vagy kényszerültek otthonmaradásra. A több mint egy hónapja tartó folyamat sok mindenre elég volt, megszokni és megtanulni kezelni az új helyzetet, de egyre többen vannak azok is, akik már el is veszítették a motiváltságukat, legyen szó munkáról, tanulásról, vagy egyszerűen a hétköznapokról. Különösen fontos a motiváltság megtartása és az inspirálódás azok számára, akik kreatív munkát végeznek. A Vásáros Naményi születésű Takács Nóra is ilyen, aki 10 évvel ezelőtt indította el Hogyan legyek jó nő sorozatát a közösségi oldalakon. Izgalmas kihívások elé állít engem is ez az időszak. Most meg kellett tanulnom egyedül technikailag megoldani a dolgokat, ahogy gondolom neked is, most ez egy ilyen izgi dolog. Illetve a férjemet kell bevonnom, és akkor ő szokott fotózni, meg ő szokta lenyomni a gombot, meg ő szokta felügyelni a kamerát, de ezeket nekem is mind tanulnom kell. Ugye én normál esetben operatőrökkel, két operatőrrel dolgozom együtt, akik igazából nagyon régóta barátaim is, több mint lassan most már 10 évet dolgozunk együtt, úgyhogy mi egy kis család vagyunk, azt szoktuk mondani. És nagyon hiányoznak a fiúk, mert hát nyilván, ahogy ők csinálják, én meg se tudom közelíteni azt a színvonalat, de azért nagyon igyekszem, úgyhogy ilyen szempontból egyébként ez egy ilyen nagyon inspiráló időszak is számomra, mert mindig meg akartam ezt tanulni. Nyilván azért sokkal gördülékenyebben menne számomra is a mindennapi munka, hogyha az ilyen apró pici felvételeket az olyan minőségben, tehát felvenni én is fel, mindenki meg tudja nyomni a mobiát, de hogy azért az olyan legyen, azt meg kell tanulni. És nem csak a technikai fejlődésben van szükség motivációra. Egy influencernek a témákat is kreatívan és változatosan kell összeállítani, ami a négy fal közé zárva nem egyszerű, miközben rengeteg negatív hír árasztja el a közösségi oldalakat. Ilyenkor szoktam egy kicsit így elvonulni, és vagy a mesefaluba visszamenni, egyébként imádom, tehát a nyírség számomra az örök szerelem, és olyan hiányzik is amúgy, úgyhogy remélem, hogy hamarosan láthatom anyuékat. Szóval oda szoktam így visszavonulni, és megtalálni a szépet a kertben, az állatokban, a nyugiban, a madárcsicsergésben. Kicsit lelassulni, tehát én azért is szeretek oda menni, mert mindig azt nézem, hogy a rohanó pesti élet, mikor egyszerűen menni is rohanva megy az ember. Azt nem tudom, hogy miért, mert lehet, hogy csak el kéne hamarabb indulnunk, és akkor nem rohannánk el, de hogy így az alaptempó sokkal gyorsabb, és olyan jól esik megérkezni, és azt látni, hogy igen, a mamikák lassabban tekerik a bringet. Mindig azt szoktam mondani, hogy olyan, mintha egy tál zselébe esnék bele hirtelen, kicsit lassú minden, és kell pár nap, amíg én is lenyugszom, kipihenem magamat, és akkor viszont rögtön fel tudok töltődni. És fontos az is, hogy szűrjük meg azokat az oldalakat és híreket, amelyeket elolvasunk. A negatív érzések ugyanis megölik a motivációt és a kreativitást. Beszélgessünk pozitív emberekkel, pozitív dolgokról a technika segítségével, próbáljunk ki új ételeket, keressünk új hobbit, vagy fejlesszük a meglévőhöz szükséges tudásunkat.